A MIEU Jókai úti óvodájában Romhányi Sándorné vezetővel beszélgettünk az elmúlt hónapok ügyeleti munkájáról, a Tarka-Barka Bercekről és az ősszel iskolába menő óvodásokról. Amikor ügyeleti óvodaként tartottunk nyitva, 16 szülőt kerestünk meg amellett, akik eleve hozták a gyermekeiket. Ők is többen igénybe vették ezt. Ahogy 25-ével kinyitott az óvoda, 30 további szülő jelezte, hogy újra hozzák gyermekeiket, mondta el az óvodavezető, aki tevékenyen részt vett a karcagi óvodások Tarka-Barka perceinek a munkájában. Amikor ügyeleti óvodát tartottunk nyitva, mi 16 szülőt kerestünk meg azok a szülők mellett, akik eleve hozták az első naptól fogva a gyerekeket, és a 16 szülőből bizony többen is igénybe vették az ügyeleti ellátást, de ahogy 25-ével nyitott az óvoda, 30 szülő jelezte, hogy hozná a gyermekét. Néhányan meggondolták hétfőig, de 28-an így is vagyunk, és járnak rendszeresen. Bár a nagy ölelések még elmaradnak. Az új beléptető rendszerben a szülők a kapuban várják meg az óvodapedagógusokat, akik bekísérik a kicsiket, akik örömmel fedezik fel a virágos kertet, a konyhakertbe ültetett növényeket is. A nagy ölelések azért csak hellyel közel történnek, mert nem nagyon ölelgetjük őket, bár egész nap azt tennénk, de végtelenül örültünk, amikor kialakítottuk azt a rendszert, hogy megérkeznek a szülők, a kapuban csöngetnek, mire ők a bejárati ajtóhoz érnek a gyermekkel. Addig mi szintén oda megyünk, és annyira örültünk, amikor láttuk a kis arcokat, mekkorát nőttek, és milyen örömmel, boldogsággal jöttek vissza az óvodába, és végre megint tele van gyerekhanggal az óvoda. Újra egymásra találtak a barátok, rengeteg fejlesztőjáték, udvari játék várja a kisebbeket. Néhány gyerekünk volt az első hetekben, amikor a veteményezésre sor került a kiskertünkben. Ők jöttek, segítettek nekünk, de hát ők csak néhányan voltak, és most, hogy kibújt a gyönyörű veteményes kertünk összes lakója, kivétel egy lakóval, megcsodáltuk. Öntözni nem nagyon kell, ugye, mert az égi áldás az nagyon jól jött. Igen, észrevették a gyerekek, újra felfedezték az óvodát kívül, belül, újra barátok egymásra találtak, együtt játszanak, rengeteg fejlesztőjátékunk van, udvari sporteszközünk, és azokat mind-mind elővesszük a délelőtt során, és a gyerekek remekül eljátszanak vele. Ősszel 16 gyermek megy iskolába, akikkel délelőttönként külön is foglalkoznak az óvónők. 15 gyermeket várnak helyükre ősszel. Ősszel 16 gyermek megy iskolába. A délelőttök során, amikor ugye megérkeznek a gyerekek, a foglalkozások ugyanúgy folytatódnak és ugyanúgy megvalósulnak, mint idézőjelesen a normál életben, de nagyobb hangsúlyt fektetünk az iskolába készülő gyermekek fejlesztésére. Két iskolába menő gyermek van az egyik csoportban, illetve jár most, és a másikban is, tehát rengeteg idő marad arra, hogy melléjük üljünk, fölmérjük, hogy ki milyen szinten van, mire fejlődött az alatt a 10 hét alatt, és mik azok a területek, amiket meg kell erősíteni, de ez nem azt jelenti, hogy a kisebbeket elhanyagoljuk, de ez nagyon jó időszak arra, hogy fölzárkóztassuk őket. 15 gyermeket várunk, 35 gyermekünk marad, és 15 gyermeket várunk az ősz során, így aztán megint szép létszámmal leszünk, hál' Istennek. A szokásos óvodai rendezvények most elmaradtak, a ballagást is később fogják megtartani. Örökös zöld óvodaként zöld jeles napokat még tartanak. A karantén idején online módon emlékeztek meg a víz és a föld napjáról is, de ezekről az év minden napján beszélnek a gyermekeknek, általuk a családoknak is. A pünkösdöt és a gyermeknapot is szülők nélkül kell, hogy megéljük, de nem fosztjuk meg a gyermekeinket annak örömétől, hogy átéljék és együtt játszunk. Ugye a pünkösd a tavasz újraéledése, megerősödése, a fiúk virtuskodása,
fővonalon fog megvalósulni. Játszunk folyamatosan, a délelőttöket a szabad játék öleli át, hiszen a gyerekeknek ez a legjobb fejlesztési lehetőség. Játszani, szabadjáték, játékba integrálni a fejlesztéseket. De a gyerekek annyira örülnek egymásnak, hogy ezt a pár napot azért így a hét elején meg kellett hagyni az egymás örömét átélésére, és a barátságuk újra élesztésére, de hát persze tesszük a dolgunkat emellett. A zöldjeles napok azok, amik ugye a zöld óvoda pályázathoz kapcsolódnak. A zöld óvoda pályázat, mint olyan, eszközfejlesztéssel nem jár. Azokat a fejlesztéseket, amiket véghez viszünk, azokat saját erőből, saját kútfejünkből, saját gondolatainkból valósítjuk meg. A zöldjeles napok, ugye, ami a karantén ideje alatt elmúlott, az a vízvilágnapja és a földnapja volt. Én azt gondolom, hogy ezeket a napokat nem lehet úgy pótolni, és nincs is rá szükség, hiszen a mindennapokba belefolynak ezek a dolgok. Tehát a víz értékét, fontosságát, lelőhelyét és egyéb ismérveit a mindennapokban is elmondjuk a gyerekeknek, megtapasztalják a földet, védjük, óvjuk. Ezek a gondolatok és ismerett források, amiket meg kell, hogy kapjanak, egyébként is megkapják. Akkor, amikor idézőjelesen normál életet élünk, akkor ugye frekventáltan jönnek elő ezek a projektek, de mivel ugye ezt most így nem tudtuk megvalósítani, a karcagi óvodások tarka-barka perceiben nagyon sok lehetőséget kínáltak a kolléganők ez irányban, és tudom, hogy a szülők is figyelemmel kísérték a gyermekekkel együtt, akik akkor tájt itt voltak ügyeleti rendszerben, az óvodában mi is foglalkoztunk ezzel a témával, de én azt gondolom, hogy ezek a napok, amik egy naphoz kötöttek, ezek igazából csak akkor érnek valamit, hogyha az év minden napján foglalkozunk, fontosnak tartjuk, és azokat az ismereteket átadjuk a gyermekeknek, és ezáltal valamelyest a családoknak is, amik fontosak az értékeink megóvásában. A Legyen neked is konyhakertet programhoz kapcsolódó palántanevelés most a karantén miatt nem valósulhatott meg.